Jó napot! Nyugodtan kérdezem. Igen, tehát, hogy úgy hallottam, hogy gyűjtenek, ételeket készítenek. Így van, így van. Segítenek a vajdak nélkül embereken. Így van. Hajléktalan akkor. Azt gondoltam, hogy kicsit megörökítenénk ebből. Uh-huh. Amikor tudna jót forgatni, az a szendvics készítés, de az RTL klubban egyszerre fog akkor forgatni. Ők is jönnek, szerintem nem fogják egymást zavarni, viszont az 6 órától kezdődik. Annyi van, hogy 6 órától, szerencsém van, az RTL klub csak 7:30-ra ér oda, úgyhogy azt lehetne leginkább forgatni. És szóval azt szerintem az lenne a célszerű, hogyha akkor vissza. Mi történt eddig? Igen. Több napja zajlik az esemény. Annyi történt, hogy este megyünk ki krízisautóval, napközben adománygyűjtés volt, az adományokat szétszelektáltuk, és felhívtuk a szállókat, hogy kinek mire van szüksége, és ezeket a nagyon lelkes emberek, akik jöttek autóval és hozták az adományokat, ők el is szállították az adott szállóra, amit korábban lebeszéltünk, itt értendő a polifómok, a hálózsákok, takarók, a tartós élelmiszer, kézlábújítók, izolációs fóliák, tea, citromlé, cukor és minden egyéb más is, amit kaptunk. Érzékelhető eredménye a munkájuknak? Hogyne. Természetesen 2,5 tonna tartós élelmiszert mozgattunk meg eddig, úgyhogy ez egy elég nagy mennyiség, azt gondolom. Tulajdonképpen 1000 olajszáz takarót sikerült begyűjteni, talán már megvan a 2000-dik is, úgyhogy abszolút. Tehát a krízisjárat az megy ki este 10 órától. Tegnap 2 autóval is kint voltunk szállókon, minden aluljárót végignéztünk, kontaktáltunk a szociális munkásokkal, hogy olyan esetet láttunk, hívtuk a diszpécser szolgálatot bizonyos esetekben, amikor szükség volt rájuk, és akkor ők jöttek és segítettek. Jelentkezett az állam valamilyen formában önöknél, hogy felajánlja a segítséget? Hát nem igazán, tehát politikamentes közösség vagyunk, úgyhogy politika és vallásmentes közösség, úgyhogy szervezet, úgyhogy nem, tehát teljesen magunktól oldjuk meg a feladatokat. Értem, de az állam is ezt állítja magára. Hát ezt nem tudom, hogy ez hogy van, tehát nem is dobálódnék sem számokkal, hogy hallani lehet azért a médiákban, hogy azért a szociális munkások rengeteget dolgoznak azért az ügyért. Úgyhogy tényleg le a kalappal előttük is. Ők az önkormányzatoktól kapják valószínűleg a béreket, vagy állami? Ez másképp, ez azért eléggé változó dolog, igen. Találkoznak velük is. Persze. És ismerjük egymást. Hát igen, mert ugye mi szállóknak is segítünk. Ezért jócskán, hogyha úgy adódik, hogy van. Ezek a szállók, ezek állami gondozásban vannak, vagy állami gondozásban működnek? Némelyik igen. Némelyik viszont Tehát azt mondja, hogy ez egy szervezet, mi a szervezet neve? A Budapest Bike Mafia. Uh-huh. Más szervezetekről is tudnak, amik... Hogyne, rengetegen vannak, igen. Igen, persze. Kikkel találkoznak? Mi az Age of Hope-val tartjuk talán a kapcsolatot, egy ilyen gyermekvédelmi szervezet, de ők most besegítenek nekünk a krízisjárat kapcsán. Ők adják például az autót, a benzint és a munkát is hozzá, tehát együtt megyünk ki közös erővel, hiszen azért minél többen vagyunk, annál jobban működik az alom. Köszönöm szépen, kivel beszéltem? Marga Dávid voltam, és a Budapest Bike Mafia projekt vezetője vagyok. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
Szuper, oda is felírtatja. Jó, oda is felírtam, hogy ez a hármas. Jó, és akkor most az egyes, jönnek az egyesek, abból 400 darab lesz. És akkor az egyesek, meg ilyen szakcsúsak, illetve mennyibe megy bele, ha 150 fél bele, 39 fél, és a gyönyek, hogy Film. Mindenki ott van, ahol van. Úgyhogy... Jó. Mi a metódus? Honnan származnak az élelmiszerek? Hát vegyes, egy részét mi vásároltuk a Bejkofián, és nagyon nagy részét adományként kapjuk. Hát egyrészt péntek óta folyamatosan érkeznek a mindenféle adományok, köztük ételek is a Futrak udvarban, és péntek óta úgy érkeznek ide emberek hatalmas szatyrokkal megpakolva, kifosztva a környékbeli boltokat, hogy mindenfélét hoznak, amiket kérünk, mindig van egy kiírás, hogy éppen mire van szükség, és akkor ezeket hozzák. És Facebookon szervezik meg? Tehát az információ cserél Facebookon keresztül felik? Igen, létrehoztunk egy krízis eseményt, és abban kommunikálom, teszünk frissítéseket, nagyon sok üzenetet kapunk, hívást, igyekszünk az el. Mindenki bringázik, aki itt van? Én például nem. Én például rögtön nem, én olyan bike mafiás vagyok, akinek biciklije most már van nyár óta, mert kaptam, de még csak bátortalanul a nagyon közeli utcákig megyek, majd számítok arra, hogy segítenek benne a többiek a városi bringázás megszokja. Akik most itt vannak, ők vadidegenek számunkra, tehát eddig nem voltak bike mafia önkéntesek, talán ezután azok lesznek, mi örülnénk nekik, tehát hogy ők látták ezt az eseményt, körülbelül péntek óta én úgy számoltam, hogy egy olyan 600 ember fordult meg itt az élesztőben, akik kifejezetten azért jöttek, hogy kenyeret készítsenek, rohantak át a cuccokkal az udvarba, vitték ki szállókra, autókkal a különböző szállítmányokat, boltba mentek, tényleg szerintem ez hihetetlen a hangulat, most még viszonylag kevesen vagyunk a többi naphoz képest. Beszélgetnek egyébként? Mit figyelt meg? Hát van azon túl is kommunikáció, hogy kinél van a margarin, és
adjatok még egy kést. Igen. Feltárulkoznak az emberek itt valamennyire? Szerintem hogy... nagyon. Például nagyon sok történet hangzik el nyilván ebben a témában. Például tegnap mesélte nekem valaki, ő közém el, hogy a boltban, ahol vásárolt, kiderült, hogy a többiek is ide vásárolnak, hogy ide készülnek, és a kasszánál, mikor fizetett, kiderült, hogy az utolsó két száraz tésztára vagy konzervben maradt pénz, és azt ott hagyta. És ott egy kijött a boltból, és utána szaladt egy fiú, hogy várj, mert a tésztáidat itt hagytad, hogy kifizette helyette. Nagyon sok ilyen történet, hogy egy orvos, amelyik utcában hogyan megy és gondozza a hajléktalan embereket, és fertőtleníti a lábukat, és segíti őket. Nagyon sok ilyen információ fut be történetek, és azt látom, hogy az emberek nagyon boldogok ettől a helyzettől, nyilván nem a krízistől, de hogy attól, hogy találtak egy olyan lehetőséget, ahol ők be tudnak kapcsolódni, és azt érzik, hogy tesznek. És én személy szerint abban bízom, hogy úgy is, tehát hogy úgy maradnak a továbbiakban, hogy ezt megtapasztalták, meg arra is bátorítjuk őket, hogy útközben menjen oda, szóljon hozzá, akit útközben talál, ha van hozzá bátorsága, nyilván nem mindenkinek van, akinek nincs, az jöjjön velünk a különböző kiszállításokra, segítünk, sokszor könnyebb úgy, hogyha többen. Ez valamiféle tudás is kell, nem? Tehát ez ahhoz, hogy hogyan kell, vagy hogyan lehet ilyen helyzetben lévő embereket segíteni. Honnan van ez a tudás? Hát egy tapasztalat, sokaknak szerintem kellő érte. Tehát van akinek ez ösztönösen megy, de azért kell nyilván tapasztalat elsősorban a Bike-mafián belül. Én coachinggal is foglalkozom, tehát nekem például onnan is van nagyon sok tudásom, vagy valós tudásom, amit itt a többiek segítségével próbáltam továbbfejleszteni és átadni. Most esetleg beütnek a pluszok, az a szerencsétlen helyzet történik, vagy az a változás, hogy mondjuk plusz 8 fok lesz, akkor mi maradhat meg ebből a mostani összefogásból? Hát ugye a Bike Mafia 5 éve csinálja ezt, és 5 éve létezik. Én azt hiszem 2 éve van folyamatosan heti többször főzés és szendvics készítés, tehát mi folyamatosan csináljuk ezt. Nagyon reméljük azt, hogy azok az emberek, akik eddig nem tudták, hogy hová csatlakozzanak, szeretnének valahová tartozni és másokkal együtt segíteni ezeknek az embereknek, ők maradnak, betársulnak hozzánk, és a millió akciókban részt vesznek, és tovább folytatjuk. Én azt hiszem, hogy tehát én abban bízom, abban reménykedem, hogy legalább a duplájára, de nem lepődnék meg, hogy a háromszorosára nőne ez a szám, amennyien most aktívan tevékenykedünk a BBM-ben. Mondom, mikor, tehát 6 óra után szervezik ugye ezeket a szendvics készítő szeánszokat. Igen. Tehát arra számítanak, hogy az emberek előtte dolgoznak, vagy valahol valamilyen kötelezettségeik vannak. Igen. És utána tudnak csatlakozni, hát ha vannak közös főzéseink, azok hétvégén. Hát nagyon sok akció van, most nem soroldam föl. Ugye van a plusz egy szendvics, ahol a diákok több szendvicset hoznak, azokat is elszállítjuk szállókra, utcára, abba is be lehet csatlakozni. Tehát aki szeretne, annak van lehetősége a BBM-en belül. Sok szerencsét elsősorban a rászorultak miatt is, de gondolom, hogy az önértékkel is, akik itt vannak. És amit mondott az ellen, hogy ez a szeretetnek gondolom valamiféle megnyilvánulása az együttérzésnek, és abból sose lehet. Akkor se az ember nem kapja valamit. Szerintem, hogyha adjuk, akkor a sokkal-sokkal jobb érzés, nekem az a tapasztalatom, tehát még maximálisan kifizetődik.
és a tehetetlenség érzése, vagy az, hogy nem tudom, hogy én hogyan cselekedjek, és egyszer csak kapok a kezembe eszköz, segítséget, társakat, szerintem borzasztó nagy ajándék. Köszönjük szépen! Köszönjük! Ja, bocsánat, még egy... Csilla? Bocsánat, csak annyit, hogy milyen csillag? Círják. CZ-vel. Círják. Megírjam valahová? Nem, hát kell. Ja, fölvettem. Círják. Mikor meddig tudok menni? Össze-vissza szakadnak ezek a fóriák. Havasi Zoli, várj! Oké. Szabad?
Hány fok lehet? Nem tudom, de... Jó helye lesz ennek a dolgon. Hova forgatod? Internetre. Megtenegy engem, nem fotózva? Hogyne, ha. Ha mondja, akkor nem. Engem keres Havasi Zoltán. Igen, vagyok. Csillagára. Üdvözlöm, Havasi Zoltán, pillanat és jövök. Hális. De miből áll ez az egész nap dolgozó? Hát egyrészt ugye nyilván a maga a szervezés ennek az egésznek, illetve a szervezésen túl maga a krízis autózás, amikor kimegyünk és leterítjük a különböző adományokat. Az most egy kicsit megterhelő, mert most így gyakorlatilag 18 órákat húztunk végig, hogy legalábbis igen, ezt így érzem magamon. A négy óra alvás az kevés, de majd valamikor közeljövőben. Miért van szükség ennyi időre? Azért, mert kevesen vannak, vagy azért, mert megszaporodott a tennivaló? Nem vagyunk alapvetően kevesen, és jól szervezettek vagyunk, de nem gondoltuk volna, hogy ekkora társadalmi hatása lesz ennek a programnak. Amikor meghirdettük az Age of Hope gyermekvédelmi alapítványom, ezt közösen csináljuk, ugye? Ők adják a buszt, vagy ők adják a krízisautót, amivel dolgozhatunk. Ők is beszállnak emberi erőforrással, tehát adtak sofőrt, amikor éppen kell, és ezzel a busszal mehettünk ki. Tehát közösen megszerveztük ezt az akciót, és nagyjából arra számítottunk, hogy némi adomány beérkezik, de közösen kivegyünk, és igyekszünk minden több hajléktalan emberrel találkozni és segíteni rajtuk. És ehelyett azért most már ott tartunk, hogy kb. 2000 ember eljött így erre a programra, adományozott, vagy éppen szendvicset kent, vagy éppen bármilyen hát, vagy ilyen munkát elvégzett velünk közösen. Elképesztően jó élmény volt egyébként, hogy volt egy ilyen társadalmi összefogás. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint volt az iszapkatasztrófa, ugye a vörös iszapkatasztrófa, vagy a márciusi hóvarrekett autósok, amikor elmentek a vidéken, és ott sokan segítettek rajta, és befogadták őket, és teát vittek. Szóval ezt érzem most is egyébként, hogy jó érzés. A menekült válsággal egyébként tulajdonképpen ugyanez történt. Igen. Melegholmik, ételek készítése és szétosztása. Abban is részt vettek annak a kezelésében? Vagy? Nem, a kezelésében nem vettünk részt annak. Láttuk, hogy óriási nagy potenciál van a civilekben, és nagyon sokan kimentek oda. És nekünk maradtak ugyanúgy a hajléktalan emberek, hiszen mert 5 éve csináljuk ezt, és hát ugyanúgy végig kellett menni a városon, és ugye akkor az jó időben történt, már nyár volt, úgy jó időben, és ugye a köztéren, a közteleken akkor sokkal több hajléktalan ember van, és igyekszünk ilyenkor nyilván segíteni nekik, nehezebben lehet rábírhatóak ők, hogy menjenek be valamelyik ellátó, vagy menjenek be valamelyik melegedőbe, olyankor nem kell, nyilván akkor is igyekeztünk minél több helyütt megfordulni a városban. Biztos ezzel megkérdezték már, de honnan jött az ötlet a bicikli és a hajléktalanság? Hogyan kapcsolódott össze? Úgy szoktam fogalmazni ezzel kapcsolatban, hogy mielőtt az egész megszületett, az egész bike mafia dolog, én rettenetesen frusztrált ember voltam, mert nagyon rossz volt azt látni, hogy mi zajlik, mi van az utcán, hány hajléktalan ember van az utcán, nem értettem magát a jelenséget. Több hajléktalan emberrel beszélgettem is akkoriban, majd napig is beszélgettek természetesen, azon azt mondtam, hogy már nem. És nem csak az zavart egyébként, hogy persze különböző társadalmi helyzetekbe születhetünk bele. Értem én azt, hogy különbözőek vagyunk, egy társadalmon belül különböző szinteken vagyunk, akár anyagilag is. De hogy az, hogy mi ez az apatikus hozzáállás a szegényekhez, mi ez az apatikus hozzáállás a hajléktalan emberekhez, mi ez az irgalmatlan előítélet velük szemben, ez a nagyon rossz előítélet,
valójában én szerettem volna mosolygós embereket magam körül látni, hogyha végigmegyek az utcán, és akkor látom, hogy egy ember a másikra rámosolyog. Szóval én nekem ez nagyon fontos. Tudom, hogy egy rettentesen naív és idealista gondolat, de bízom abban, hogyha mi ezt folyamatosan csináljuk, akkor talán 20-30 éven belül ez a folyamat, ez talán elér minket. Úgy látom, hogy úgy gondolom a korát úgy satszolom meg, hogy a rendszerváltás előtt inkább gyerek volt, mint felnőtt. Így van, gyerek voltam, de nem annyira gyerek. Tehát azért még én éppen tínézser voltam, amikor a rendszerváltás volt. Nagyjából azért éreztem a dolgot, igen, hogy mi volt akkor is. De hogy ez a fajta elszegényedés, ez viszont a rendszerváltás után ez így van. Kezdődött el. Igen. És az elfordulásnak talán az lehet az oka, hogy az emberek nem tudnak, vagy nem mernek felelősséget vállalni ismeretlen emberekért. Én is ezt gondolom, inkább a nem tudásban hiszek, vagy a nem tudást gondolom ebben, mégpedig azért, mert pont ma volt egy beszélgetésünk, amikor azt mondtam ki, hogy gyerekcipőben járnánk, maga az önkéntesség, az adományozási kultúra, vannak rossz tapasztalatok az adományozási kultúra terén, ugye, nem csak kultúráknak a terén, hanem vannak nagyon sokan bizalmatlanok ezzel kapcsolatban, és ezt újra fel kell építeni, és az emberekbe bele táplálni a hitet, hogy ezt lehet csinálni, és a legjobb módja az egyébként, hogy azon kívül, hogy adunk, be is vonjuk az embereket az egész folyamatba, és ezért lehet sikeres akár ez a mostani akció is, hiszen nagyon sok embernek a munkája segített abban, hogy ez működőképes legyen. Gratulálok is, sikert kívánok a továbbiakban is, és gondolom jön a meleg, és megcsappan majd talán azok, akik itt vannak, azoknak az együttérzésen. De azzal kezdeni valamit, hogy nem csak hogy tömeges az ellenszerv, de még a politika által támogatott is, azzal nem tudom, hogy lehet-e majd valamit kezdeni, de azt hiszem, az ilyen alkalmak, azt gondoltam minden emberről, akinek a kezében egy üveg vizet, vagy egy szatyrot látok, vagy hogy kenyeret, hogy lehet, hogy éppen ide igyekszik, amit ez a csodálatos dolgok volt itt az elmúlt napokban. Tehát valaki átvitt egy nagy padellát a kezében, megállt egy autó, és megkérdezte, hogy erről van itt szó, és mondták, hogy igen, és segítettek átvinni. Tehát nagyon jó dolog volt. Jó volt látni, hogy az emberek megint akartak szeretni egy kicsit, megint akartak segíteni egy kicsit. És azzal kapcsolatban, hogy ez most apad-e vagy nem, ez ugye rajtunk is múlik, és azon a segítő civil szervezeteken egyébként múlik többek között, akik mondjuk ételosztással, hajléktalansággal vagy szegény családokkal törődnek, foglalkoznak a mindennapokban, hogy mennyire kreatívak, és mennyire tudnak megújulni sok mindenben. Szerencsére nekünk vannak olyan a projektjeinken kívül, az állandó projekteken kívül, amivel ugye segítjük az embereket, vannak olyan érzékenyítő akcióink is, amivel talán fel tudjuk hívni és mind a sajtó figyelmét, és mind pedig a társadalmak a figyelmet. Még egy utolsó dolog, hogy arra gondoltam, hogy esetleg elmennék ezek a kríziskocsikat, de nem akarok helyet foglalni mások ellen, akik ott segíteni tudnak, elképzelem, hogy hogyan is zajlik. Tudok nagyon, nagyon röviden róla beszámolni, beülünk az autóba, megállunk, előre megbeszéljük azt, hogy milyen helyszínre menjünk. A helyszín az attól függ, hogy a menhely alapítvánnyal mivel állapodtunk meg, mely részét nézzük meg a városnak. És itt megint csak a civil részről egy nagyon jó dolog, hogy kértük azt, hogy először is, hogy egy e-mailben küldjék el, hogy hol látnak hajléktalan embert, illetve készült egy térkép, és ezen a térképen is bejelölhetik azt, hogy hol látnak hajléktalan embereket, mondjuk nagyobb számban, és ezeket az embereket mi is meg tudjuk látogatni. Fontos volt az, hogy a szakmaiság benne legyen, tehát vagy egy szociális munkás, vagy egy sok éve gyakorló ember, aki kijár hajléktalan emberekhez, legyen a krízis autón. És most viszont indítunk egy olyan akciót, ez holnaptól, hogy az lesz a neve, hogy éjjeli őrjárat, aminek a lényege az lesz, hogy azok a nagyon lelkes autósok, akik jelentkeztek, és azt mondták, hogy bármit nagyon szívesen elvégeznek, adunk takarókat, adunk élelmiszert, és valahol a lakóhelyközben, vagy valamelyik körzetben vállalja be azt, hogy ő ott egy kicsit kutat, és az embereket megtalálja, és ez is egy igazi, talán újszerű, egy új segítségi forma lehet. Nagyszerű, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Viszont kívánok.
Köszönöm szépen.